minél szélesebb formában szeretnénk ezt a témát megismertetni, minél több embernek a véleményét szeretnénk kérni. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere üdvözölte a civil szervezetek képviselőit a közelmúltban tartott civil workshopon. A rendezvény célja az volt, hogy a szekszárdi civil szervezetek képviselői kifejtessék elképzeléseiket, igényeiket arról, hogy milyen városba szeretnének élni és tevékenykedni 2030-ra. A 2020-27-es ciklus top pluszos forrásai fedezetet biztosítanak a fenntartató városfejlesztésre, már csak javaslatok kellenek, hogy hogyan lehetne szebbé és jobbá tenni a megyeszékhelyet. Baltavári István, a szekszárdi hulladékkommandó elnöke és a Sétapálca civil kör megálmodója elsősorban a szeméttel szemben venné fel a harcot. Én azt szeretném, hogyha egy 5-10 év múlva a városban a szekszárdi sétapálca sétálna. Nagyon sokat sétálna, egy kisbabát toló kismama kiskocsija mellett ott lógna, ő is két darab szemetet összeszedne, de a kutya sétáltatók, majdnem mást mondtam, ők is vinnék magukkal ezt a botot, és ők is 5-10 darab szemetet összeszednének a mellett, hogy sétáltatják a kutyuskájukat. Az interaktív megbeszélésen a szekszárdi nagycsaládosok egyesületének képviselője elmondta, hogy ők több zöld területet szeretnének a városban, faültetésre buzdítaná a lakosokat. A szekszárdi szabadidős kerékpáros egyesület elnöke viszont a kerékpárutak bővítését és fejlesztését javasolta. Az Iberikán Tánc Egyesület vezetője pedig több közösségi teret és a fiatalok számára kulturális eseményeket javasolt. Most már jó pár éve semmi lehetőség nincs ugye nekünk egyáltalán művészeti csoportoknak bármire is. Egy az, hogy bemutatkozni, ahhoz a rendezvények most már elég kevesek a városban, hogy a gyerekeknek tudjál valamit nyújtani fellépésben akár, hogy egy kihívás legyen az életükben. Jó, most a járványhelyzetet tekintettel ez most szerintem normális is. A 2027-ig tartó ciklusban a kormány 1700 milliárd forintot biztosít a magyar települések fejlesztésére.